Szeretettel köszöntöm a Karcefem stúdiójában Kovács Kálmán Árpádot, a Veritás Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársát. Köszönöm, hogy eljött. Írt egy elemzést azt az a nagyon izgalmas címmel, hogy a trianoni védőbeszéd, ez ugye Aponyi Albertre utal, a t, trianoni védőbeszéd kultúrfölény gondolatának tényszerűsége amerikai olvasatban. Ez nagyon izgalmas, és ilyet nem olvastam <hül> még, hogy akkor maradjak ennél a gyengécske szóvicnél, hogy, hogy, hogy az amerikaiak mit, mit szóltak ehhez, és milyen szinten. Én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Hát ez csak egyházi szinten, de olyan egyházi szinten, ami azért a népszövetség elé is került. Tehát el tudták érni az amerikai, hogy a népszövetség előtt szó legyen a magyarországi egyházak helyzetéről? Igen, a magyar diplomáciai támogatással. Természetesen ez a, a környező államok adok kapokjának a, a, része volt, mert minden ilyen, minden ilyen kezdeményezést természetesen az utódállamok igyekeztek opponálni. Például a Numerus Clausus elleni kampányjal, illetve azzal, hogy, hogy igyekeztek összehasonlításokat tenni a, a saját kisebbségpolitikájuk és a dualizmuskori között, a dualizmuskori magyar kisebbségpolitika között. Uh -huh. ö, az első mondata az a tanulmányban, hogy Aponyi Albert ugye a ö, trianoni védőbeszédében, amit a francia külügyminisztériumban tartott, ö, a kultúrfölényt hozta fel érvként. Azoknak a hallgatóinknak, akik esetleg ezzel nincsenek tisztában, tiszteljük meg őket, hogy mondjuk el, mi, mi volt ez a kultúrfölény elv? A kultúrfölény elv, ez alapvetően egy statisztikai mérőszám. Ebben az időszakban már, már igen pontos és szakszerű statisztikai felmérések voltak, és itt az írni-olvasni tudást mérték föl a népszámlálások alkalmából, és természetesen ezeket az adatokat a statisztikai hivatal összekötötte a, a nemzetiségi anyanyelvi adatokkal is, és ezek alapján felmérték például a, a az iskola látogatást és az írni, olvasni tudást, ezt a, az, ugye az egy elemi iskolát elméletileg elvégzett népesség, tehát a tíz éves kor fölötti népesség esetében, és ebben a, a vonatkozásban, az 1910-es népszámlálásban, amire ugye a Ponyi Albert a védőbeszédben hivatkozni tudott, mint, a, mint az utolsó rendelkezésre álló népes, népszámlálást. Ebben, ebből az derült ki, hogy a, a, magyarországi nemzetiségek között, ugye korabeli kifejezéssel élve népfajok között, a legmagasabb írni-olvasni tudás a, a magyarországi németeknek volt 82 a magyaroknak a 80 százalék, 80 százalék volt az írni-olvasni tudása. Na most, mivel, mivel ekkor még éltek a, a, 68, még javában éltek a, a 68-as népiskolai törvény idején, és előtte született ezért, a, ezért ez a 82 os írni-olvasni tudás, ez azt jelentette, hogy, hogy a, a fiatalabb korosztályokon belül lényegében már a magyar népességen belül teljes volt a, az írni-olvasni tudás, és, és ehhez képest jöttek a, a többi nemzetiségek, a, a szlovákok 70 a, a Szerbek, ha jól emlékszem, 68 százalék, románok 59, majdnem 60 százalék, és a, a sort nagyon leszakadva a magyarországi ruszinok zárták, akik, akiknek csak ilyen 30, ha jól emlékszem, ilyen 37 százalékos volt az írni-olvasni tudásuk és, és ez a, ez a, a, mérőszám volt az egyik, a másik pedig a, az érettségizettek aránya társadalomban. Itt, itt, a, itt is a magyarság volt a, az első. Emlékeim szerint ugye a magyarság az össz, össznépességi szinten 54 ot tett ki, de az érettségizetteknek kitette a, a, magyar anyanyelvűek, magyar nemzetiségűek kitették a 89 százalékát, és a, és a, a szerb, illetve a, a román népesség a, 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 úgy körülbelül a a saját arányszámuknak a, a harmadát, illetve negyedét tudta produkálni a, a érettségizettek vonatkozásában. Na most ezeket a összehasonlítani, ezek ugye a magyarországi, Igen. az akkori Magyarország területen élő nemzetiségekre vonatkoztak. Ezt összehasonlította, úgy tudom, hogy a, a, a román királyságban össze tudta hasonlítani, illetve a szerb, Így van, királysága. a Ezek a... a számok mit mutattak? Ezek a, ezek a számok, ezeket a számokat Aponyi az úgynevezett elnyomó nemzetiségpolitika vonatkozásában említette, hogy hogy milyen elnyomó az a nemzetiségpolitika. Tehát ugye egyrészt leszögezte, hogy a magyarságnak a Kárpát-medencén belül. Van egy objektív mutatószámokkal kimutatható kultúrfölénye, és hogy a, a, magyar, a, volt magyarországi, vagyis hát ugye elszakítandó, mert ugye ekkora már nagyjából berendezkedtek a, a szomszédállami közigazgatások a, az elcsatolt területeken, a, a valamikori magyarországi nemzetiségeknek a kulturális mutatói, azok, azok amellett, hogy, hogy a magyarság mögött le vannak maradva, még így is sokkal, még így is sokkal jobbak, mint a, az anyaországiak, tehát hmm. mint a királyi Romániában, vagy a királyi Szerbiában körülbelül, körülbelül kétszeresei voltak. Tehát a, a, mind a két balkáni államban ilyen 30% körül volt csak az írni, olvasni tudásnak a, a, az aránya. Tehát ugye milyen, és egyébként ha már megnézzük a, a komplet komplett adatsorokat, hogy a dualizmus korában a, milyen, milyen oktatásügyi mutatókat produkáltak a különböző nemzetiségek. A, a, azt állapíthatjuk meg, hogy, hogy a kultúrfölény a magyarságnak a, a, a magyarságnak a dualizmuskor kezdetén a kulturális szintje messze a németeké. Mögött kullogott, de majdnem teljesen fölzárkózott a dualizmus kor végére a, a magyarországi németek szintjére. Ez De, ugye ez a 80, 82 és 80 százalék. Így van, ez, a lényegében a már nem, nem, szignifi, nem, szignifikáns különbség, és, és ennek is ugye, mint láttuk a, ugye az idősebb korosztályokban, az volt az eredménye, hogy a, hogy a, a hogy a magyarországi nép, németek ö, ö, általános oktatásügyi helyzete a korszak kezdetén jóval kedvező volt, de hogy, hogy a magyar, nem csak a magyarság zárkózott fel a németekhez, hanem a magyar állam a nemzetiségekre is, felzárkóztató hatással tudott lenni. Tehát a, a magyarság és a, nemze, és a, és, a, nemzetiségei közötti oktatásügyi differencia a, a dualizmuskor kezdetén nagyobb volt mint a dualizmuskor végén tehát mm -hmm. a magyar állam a nemzetiségeire felzárkóztató hatást tudott gyakorolni. Hát tehát ez, ez volt ez, a fő ér, ugye, igen. Magyar, és ez, ez, ez ugye a és akkor ez e ebben mutatkozik meg ez, ez, ez tulajdonképpen aponyi ezekre ezekre hivatkozik ugye tulajdonképpen gúnyosan visszautasítja ezek alapján az adatok alapján a, a az elnyomó nemzetiség politika vágyját, és, és az érvelésének a végére azt emeli ki, hogy egy fejlettebb kultúrfokon lévő nemzet az, a, az tudja a maga szintje felé emelni a saját nemzetiségeit, míg hogyha egy fejlettebb kultúr kultúrfokon álló nemzetiséget egy fejletlenebb uralma alá vetnek, az, az, az szükségszerűen a, a, a fejlettebb kultúrfokon álló kisebbségeit fogja lefelé húzni a saját színvonala felé, felé, sőt, ugye tudjuk, hogy, hogy az alá akarja nyomni. <té> őket, és ez egy kulturális veszteség az egész térség és az egész oktatás ügy, egész térség oktatás ügye számára, vagy kulturális élete számára. <té> Volt valami reális remény arra, hogy ez a, azokat, akiknek elmondta ezt a beszédében Aponyi Albert, azokat ez meggyőzheti, vagy, vagy nem számított a meggyőzés? Hanem... Természetesen nem, nem számított a meggyőzés. A, 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 a triannoni békeszerződést azt, azt alapvetően stratégiai és nagyhatalmi érdekek mentén kötötték, és, és ennek a legeklatánsabb példája, hogy, hogy vasútvonalak mentén húzták meg. Tehát a vasútvonalakkal szemben és hadsereg mozgósítási tényezőkkel szemben kulturális érveket hangoztatni már akkor is tulajdonképpen gyenge ér volt. Hát igen. Hát meg különösen tudjuk, hogy mondjuk a bár ekkor ugye már nem Oroszország volt, hanem a Szovjetunió, de mondjuk a Szazonov szári külügyminiszter már eleve el, már évekkel a háború kitörés előtt hogy a magyar, osztrák-magyar monarchia fölszámolása, fölmorzsolása, ez, ez, ez 1916-ban már született egy brit külügyminisztériumi térkép is, ahol, ahol föltüntették föl a Magyar Királyság vasútvonalait, és, és más, jel, más, más grafikával alkalmazták a jugoszláv, a létrehozandó, délszláv államnak átadandó vasútvonalakat, amik egyébként majd meg is valósulnak a, a terület el, elcsatolásánál, ahol már 1916-ban ez a, a brit külügyminisztérium irat kifejezi, hogy a létrehozandó délszláv királyságot úgy kell, úgy kell létrehozni, hogy, hogy saját határain belül tudja mozgósítani a csapatait egészen Krajnától, tehát a mai Szlovéniától le-délre le a, a bolgár határig. Tehát, hmm. tehát itt, itt hadászati, stratégiai és, és közlekedéspolitikai elvek Alapján hozták meg a, a döntéseket, ahol a kultúra az vaj, vajmi keveset számított. Ha még annyit hozzá tehetnék, hogy hogy a franciák ezen belül hozzátették a, a saját kordon szaniter elképzeléseiket, ahol a Balti-tengertől a, Balti tengertől a az Adriáig tartó térségnek egy kordon szaniter, tehát a, a, két nagy vesztest, a, a Németországot és, a, és Oroszországot elválasztó e, egészségügyi övezetnek. Ugye tudjuk, hogy ez a ez, ez egy veszt, veszt, tulajdonképpen Vesztekzárnak vesztegzárként kellett volna funkcionálnia, és, és ezen a térségen belül is meg akarták oldani a, a csapatok minél könnyebb mozgathatóságát, hogy, hogy szükség esetén akár a létrehozandó. Csehszlovákia, akár akár a, a délszláv állam, akár Románia, minél, minél könnyebben fenyegető helyzetbe csoportosíthat, de egyébként még Lengyelország is, minél könnyebben fenyegető helyzetbe csoportosíthassa haderejét oda, ahol erre éppen szükség van, akár a német területek, akár az orosz területek sakbon érdekében. Hol húzódott volna ez a kordon sanitaire, a franciák által elkészült kordon sanitaire? körülbelül ott húzódott, ahol meg is, meg is em, valósították, és, és tulajdonképpen a, a, térségnek a tragédiája, hogy a fő, tehát, tehát hogy, hogy a, úgy, úgy vágták szét a térség vasútvonalát, hogy, hogy a dualizmus kor vasúti hálózata az, az át egyrészt egy Budapest központú centrális sugáralagzatból, és ezt egy ezt ki visszacsatoló hurokrendszerből, amit, a, amit szoktunk körvasútnak uh -huh. nevezni, és ami ugye a, a szélek felé való közlekedést tette lehetővé, hogy a központ hatását ugye ki és ezt a, ezt a körvasutat, ezt a visszahat, visszacsatoló hurok rendszert szabdalták teljesen szét, hogy Magyarországra ebben már lényegében csak, csak ilyen, ilyen lényegében használhatatlan, önmagukban használhatatlan Töredékek jutottak, funkciótlanul álló elszakított szálak, de a, a, a hadseregeket, a, aztán a létrejövő kisantant, az, az tökéletesen tudta a magyar határ mentén mozgatni a, oda csoportosítva az erőket, ahol éppen a, ahová éppen akarta. A tanulmányában egy mondat, ugye ez, hogy 1920. június 4-én a békediktátum aláírása után a hivatalos magyar képviseletek utazhattak protestáns világgyűlésekre. Ebből a mondatból ugye arra azt következtetést lehet levonni, hogy korábban ez nem volt lehetséges Magint számukra, van. tehát vallási szempontból is így hogy van, mondjam. teljes volt az elszigeteltség Magyarország vonatkozásában, még, még ezen a téren is lényegében lényegében kiutazási tilalom volt ennek a, a kiutazási tilalomnak olyan mélysége is volt, hogy 1920-ban volt, 20 februárjában volt a, a somogyi bacsóféle kettős gyilkosság, és ebben az időben már zajlott például egy hollandiai református gyereküdőtettési program, és erre való hivatkozással illetve a, az ezt megtoló megtoló meg, sajtóhadjárat eredményeképpen, például Ausztria, Ausztria megtagadta a Magyarország felől a területén átközlekedő vasúti átjárást, illetve a, például a, a holland szakszervezetek is vasúti bolykottot hirdettek. Magyarország ellen és így, így több már kint üdülő magyar protestáns gyerekcsapat kint ragadt hollandiában és hosszabb időre nyúlt a, a nyaraltatásuk, mint ahogy tervezték és, és még ez is nagy diplomáciai erőfeszítésekbe került, hogy legalább ezeket a gyerekvonatokat engedjék engedjék mozogni, azt egyébként ez a ez a ez a Somogyi Bacsóféle gyilkosság és ugye ezt az emigráció által is megtolt és a, az Antant sajtó által is fölkapott sajtó hadjárat, ez, ez volt az utolsó olyan sajtó hadjárat, ami még a ami még Magyarország barátainak az elnémítását szolgálta. Ugye, tudjuk azt, hogy, 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 annyi eredményt annyi, annyi eredményt az aponyi beszédnek sikerült elérnie, hogy, hogy a, hogy a vörös térképre hivatkozással Lloyd George legalább, legalább a csalóköz vonatkozásában határkiigazítást kért volna, és ezt így, így vissza, vissza, vissza utalták a alacsonyabb szintre a, döntéshozatalban a csalóköz kérdését. Ez ugye természetesen a Csehszlovákiának egy ellenérdekelt dolog volt és én, én egyfajta tendenciózusságot látok, hogy, hogy abban a provokációban, amelyben kiprovokáltak ki kiprovokálták a, a különítményeseknek a, az erőszakos fellépését, akit egyébként ezen tettük alól semmi nem ment fel, de aztán az így eleve eleve. Mm, eleve kiprovokált részt megtolták egy, egy sajtókampányjal, hogy, hogy pont abban a, az időszakban, amikor a csaló még alacsonyabb fokra a határ bizottságok, vagy nem, hat, tehát a, a területi bizottságok szintjére visszament, hogy akkor, a, akkor némítsák el ezzel a sajtóhadjárattal a Magyarország barátait, akik, akik ezeken a helyeken Magyarország érdekében emelhettek volna a szót, és így, a, így, aztán ugye a brit és a francia ö, érdekek, mert itt ugye tulajdonképpen a Lloyd george a külügyminisztere is elárult a, a saját, ö, saját miniszterelnökét, így ö, így változatlansági javaslattal uh, utalták vissza a Béke konferencia uh, elé még a csalóköz kérdését. Ugye itt tudnunk kell, hogy, hogy a Lloyd George-ot az a, az a, mondat uh, hatotta meg, hogy nem lehet marha ként, marha ként, csordát, ként, ként. nem lehet uh, egy milliós népességet marha uh -huh. csordaként uh, ide-oda, pontosabban a határokat id, fölöttük ide-oda uh, áttenni, mint hogy egy marhacsordát terelnénk uh -huh. át egyik helyről a másikra. Uh -huh. Hát uh, tulajdonképpen... Ilyen volt, tehát Igen. ilyen mértékű volt Magyarországnak az elszigeteltség, és az azt jelenti, hogy egyházi küldöttségek is nagyon nehezen tudtak eljutni, még akár római katolikus küldöttségek is a Vatikánba, akár, akár protestáns Küldöttségek Svájcba vagy Hollandiába, ami egy semleges státusz miatt egy protestáns találkozási pont is volt. Csak egy olyan még, hogy ezek a gyerekek mennyi idő múlva, meddig ideig voltak akkor így a tervezetnél tovább elszakítva a családjaiktól? Én hát ezt ők nem, nem érték meg tra tragikusan. tehát a, 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 jó, jó. Ezt nem érték meg, sőt egyébként egyébként ezt ezt a korabeli sajtó sajtó is megállapította, hogy ezek a gyerekek többet tettek Magyarország pozitív meg, megítélése kapcsán, mint akárhány újságcikk és akárhány akárhány diplomáciai hadjárat egyszerűen, mert látták, látták ezeket a, például a hollandiai, de egyébként kisebb mennyiségű, vagy tehát kisebb létszámú gyerek még egészen Angliában is ment, uh -huh. Svájcba is ment, és, 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 és ugye a legtöbben mentek Hollandiába, és aztán a katolikus, a holland katolikusok és a svájci és az angol katolikusok is be becsatlakoztak ebbe a, az akcióba, és csak annyit hadd mondjak, hogy ezt a, ezt a gyerekügyültetést, ezt, ö, ezt ö, Budapest ö, találta ki 1916-ban, amikor, amikor, már Bécsben lényegében éheztek a, a gyerekek, és Magyarországon még volt ö, élelmiszer. És, ö, és ö, akkor találták ki a, a gyereküdültséget, hogy, hogy hogy az éhező bécsből gyerekeket kell Magyarországra hozni, hogy itt egy kicsit föl, föl őket, és 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 itt, itt volt két neves holland református Református hölgy, akik ezt a tapasztalatot átvették, és az éhező Budapestre és éhező Magyarországra alkalmazták 1921-ben. Hát itt a románok olyan pusztításokat végeztek, hogy olyan olyan pusztításokat végeztek, és olyan szabadrablást végeztek, hogy egyébként, ha, ha nem lettek volna azért amerikai segélyek, illetve főleg itt ugye amerikai nyomásra, amiért egyébként nem lehetünk elég hálásak, azért nem igyekeztek volna némi gátat szabni a románok szabad rablásának, akkor itt tömegek haltak volna Magyarországon. Ez éhen. a tábornok, akinek egy Igen. szobra is áll a szabadság. Így pontosan. És hát a le lehet, hogy legenda csak hogy a korbácsával, vagy nem tudom, lovagló, lovagló a... el. A... Ő ezt nem említi az emlékirataiban, de megszerez... a lányától a magyar nemzeti múzeum megszerezte ezt a ezt a legendás lovaglópálcát, Lovag tehát tényleg volt ilyen, tehát, teljes, tehát, volt, volt ilyen eszközze, ami, ami hozzákötődik. És nem engedte ki rabolni. az ugye nem nem a nem. Nemzeti Múzeumot, de hát, de hát mindent, tehát a románok mindent vittek, gépparkot, vasúti kocsikat, tenyészállatokat, győri gépgyárat, a, a, még szögeket is a deszkából, tehát, de, de és, 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 szó szerint vasúti szerelvény számra hordták ki az országból a gabonát is, tehát ez, ez óriási veszteséget jelentett Magyarországnak. Akkor, és, és tényleg ilyen helyzetben, mondom, még, még még a tehát a gyerekek voltak a legfőbb diplomatáink, mert mert oda, oda kerültek, tehát azért Hollandia is megszenvedte a blokádot. Bár semleges ország volt az első világháborúban, de ott még mindig jobban volt mit enni, és, és oda kerültek ezek a ezek a, a gyerekek gyakran rongyos ruhában rettenetesen alultáplálva és a Holland paraszti családok például egymással versenyeztek, hogy hogy, hogy, hogy hogy, tudják ezeket a gyerekeket minél jobban föltáplálni, ruhával ellátni, kis játékokkal ellátni, tehát például babát hozhattak ezek a gyerekek haza, és, és ezek a gyerekek, ezek úgy viselkedtek, ahogy, ahogy ez a holland, hogy, ez a holland befogadó szülőknek is a megbecsülését kiváltotta. De Kvázi diplomataként így, van, így van, te tehát hazánk. mondom, ezt korabeli sajtóban olvastam, hogy többet tettek Magyarország pozitív megítéléséért, mint akármilyen sajtóhadjárat, illetve diplomáciai akció eredményezhetett volna. Említést tesz arról az írásban, hogy a Presbiteri Világszövetség 11. világgyűlésének, ez ugye 1920. augusztusában volt, Igen. ugye, hogy 1920. június 4-én történt ugye a diktátum aláírás, és akkor augusztusban már mehettek ki magyar küldöttek. Igen. Erre a találkozóra. Népszerint szerint is megemlíti Szabó Aladár, Budapesti Józsefvárosi Református Lelki Pásztort, és így a Viktor János Teológiai Akadémiai Tanárt. Mi volt az ő küldetésük, mi volt az ő, szerepük? Itt hadd mondjam azt, hogy a, ezt a, a, ez a protestáns, vagy a presbiteri virág, világszövetség, ez a, ez a jogelődje az 1948-ban létrehozott egyházak, tehát a egyházak világtanácsának, ez a, a protestáns ökumenikus mozgalomnak a, a, az alapja volt. És, és ugye tudjuk azt, tehát itt hozzá kell tennünk, hogy 1962-ig a római katolikusok a, az nem voltak részei, de 1877-ben már egy, már egy magasan fejlett protestáns ökumené volt, és ez a, ez a Presbiteri Világszövetség, ez a tagegyházai számára négy évente tartott világgyűlést, és, és az utolsó világgyűlés az, az 1913-ban volt. Ugye 17-ben lett volna a következő, de hát ez a, ez a világháború miatt elmaradt. Pedig egyébként a svájciak 17-ben szerették volna a németeket és az angolokat, ugye a protestant, közös protestantizmus és a reformáció 400 éves évfordulója kapcsán egy asztalhoz ültetni, de ugye a világháborús pszichózis miatt még ez sem, ez sem, sikerült. Tehát itt lényegében akár csak az olimpiák esetében kimaradt egy, egy nagy protestáns világ esemény. És teljes, tog, teljes jogú tag Magyarország ebben a, tehát a Magyarországi Református Egyház ebben a Presbiteri Vidák 1913-ban lett, és 1900, vagy és akkor 1913-ban a, a, Magyar a Magyarországi Református Egyháza nagyságára tekintettel 8 képviselői helyet kapott. Ezt, ezt 13-ban ki is tudták, vagy be is tudták tölteni. Egyébként általában úgy volt, hogy, hogy, hogy ezekben, az úgynevezett ilyen konferencia években mondjuk a, a az ifjúsági egyesületeknek, ifjúsági egyesületek is tartottak világgyűlést, és akkor úgy, úgy hozták össze, hogy a, a képviselők, az ifjúsági képviselők is egyúttal presbiteri világszövetségi képviselők voltak, és egyik helyről mentek a, a másikra, és volt némi magyarországi forrás is ilyen államsegély formájában, hogy amit igénybe tudtak 13-ban venni, hogy ezt a 8 fős kontingenst kitöltsék. De annyira nem volt, annyira rossz volt az államháztartás helyzete 1920-ban, hogy, hogy, a reformátusok erre, a, erre a, az alkalomra állami segítséget nem tudtak igénybe venni, saját erőből pedig két embert tudtak kiküldeni. Az egyik Viktor János volt, aki a, a, a keresztény, ki volt a, a egyrészt itt a Magyarországi vezetője, meg a, 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 a Diákszövetségnek, tehát az egyetemisták szervezetének is az elnöke volt, és egy közgazdászt, egy jó angol kapcsolatokkal rendelkező közgazdászt György Endrét tudták kiküldeni és Szabó Aladár pedig magán kapcsolatokon keresztül a svájci Mennedorfban volt gyógykezelésen, és mivel ő már úgyis Svájcban volt, ezért és jobban lett, ezért ő is elment erre a világgyűlésre, <laughs> és utólag mandátummal az ő képviselőségét is Igazolták, így tudott ez a három ember előadást tartani a, a, előadást tartani ezen a világgyűlésen és hát természetesen a a fő missziójuk az az, 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 az új helyzetben Magyarországnak az újra feltétele volt a, a nap alá hogy mm -hmm. hogy hogy ez a magyar protestantizmus ami egyébként 1876 óta egyre élénkülő, az egészen az első világháborúig egyre élénkülő kapcsolatokat ápolta a, az angol száz protestantizmussal, és nem csak a, a, az angolokkal, hanem egyébként a, a, az amerikaiakkal is. Ott ugye e, e, amerikai teológiai professzorokat is említek, és akkor már van ösztöndíj, illetve nem sokára lesz ösztöndíj magyar református teológusok amerikai teológiákon való tanulmányaira is, hogy, hogy ezek, hogy ezek, hogy az egyre, egyre erősödő kapcsolatok, protestáns egyházi kapcsolatok, amiket megszakított az első világháború, ezeket újra kell szőni, és, és a magyar protestantizmust új, újra föl ke, vissza kell tenni a, a világprotestantizmus térségére. Itt egy, egy hely, helyet kell találni, hogy a, a, protestáns, a protestáns missziói elképzelésekben Magyarország is beilleszkedjen, és ez egy, ez egy, ez egy nemzeti szempontú, egy, egy nemzeti szempontból is egy egy kedvező országimást jelenthet. Ez, ez volt az ő előadásaiknak a fő témája, vagy a szereplésüknek a fő témája? Igen, ez volt a, a fő témája, és... Hogy fogadták őket? Nagyon kedvezően fogadták. Azért itt, azért itt meg kell említeni, hogy hogy mi a trianoni békeszerződést azt egy, azt egy egységes hatalmi döntésnek fogjuk fel, pedig ez, ez korán sem volt egy, egy egységes hatalmi döntés. A, a, a protestáns közvélemény azért, azért nehe, nagyon nehezen vette, hogy milliós protestáns tömegeket löknek oda, akár ilyen huszita jellegű szabadkőműves laicizált, laicizált antikatolikus államnak, de mégis ugye katolikus többségű népességnek az uralmalá, illetve két, két keményen és elkötelezetten görög népességnek a, és államnak az uralma ugye a románok és a, a szerbek uralma ugyanis a világprotestantizmus és annak a, a szervei, főbb szervei számára a világmisszió az azt jelentette, hogy többek között a görög, görög keleti népeket is evangéliumi szellemben kellene misszionálni, nem az, hogy, hogy görög keleti népességek által már meglévő protestáns népeket üldözni és elsorvasztani. Hogy nem tudták érvényesíteni ezek a tömegek, hogy így mondom. Ez azért, azért nem tudták, mert ezt, ezt, nagyon el szoktuk felejteni, hogy, hogy nem csak Németországban, nem csak Oroszországban, nem csak Magyarországon, nem csak Franciaországban volt vallásvesztés az első világháborúban, még, még, Angliában is. Talán, meg egy, talán előtte is. Igen, nem? egy nagyon komoly vallás, egy, egy nagyon komoly vallásvesztés volt, és egyébként számunkra ezért tragikus, a ezért volt... Bocsánat, most a... csak egy, nem tudom megállni, hogy egy ilyen zárójelben egy kérdőjelet ne jelenítsek meg. Tehát már akkor megvolt ez a nagyon kemény vallás ellenes propaganda. Így van. És agitáció. Így van, és, és ez, ez igazából igazából ez, a, a, ez a, ennek a, a vallás propagandának a francia köz, köztársaság volt a, a fő fő zászli, zászlóvívője, és ebben a... És ebben a tehát angoló, már harmadik Napóleon Hát igazából ez a republikánus Franciaország. Mm. Tehát a, a republikánus pártot és irányzatot Franciaországban, azt tipikusan római katolikus ellenességgel állították be, hogy a jó katolikus az nem lehet jó francia, de de ugye ez a, ez a, a vallásellenesség, ez tulajdonképpen minden materialista alapon, minden vallást lényegében egy kalap alá vett, és az angolok Ebbe, ebbe úgy simultak bele, hogy, hogy a, az anyagi és gyarmatügyi és hajózási érdekek azok, azok a vallásügyi szempontot, azt mindig, mindig megelőzték, és ha, ha, hogyha Tipikus. Hogy, Tipikus. Hogy, ugye ez egy ilyen kereskedő mentalitás, ezt nem véletlenül hív hívta Bernát István, például egy másik református közgazdász, Neomerkantil neomerkantil felfogásnak. Ez a neomerkantil felfogás, ezeket az, ezeket az érdekeket mindig a, a vallásiak elé helyezte, és, és, és a vallási tényezőről nagyvonalúan elfeledkezett, azokat háttérbe tolta ilyen megf megfontolások alapján. És számunkra azért volt tragikus egyébként ez a fajta fordulat, és az, hogy a, hogy Amerika kiválta a a békerendezésből, mert, mert a Wilson ezt a, a neomerkantil felfogást képviselte, de ellenében megerősödött a, a republikánus vonal, ami, ami egyrészt izolácionista volt, tehát hagyjuk a, az amerikai, vagy a, hagyjuk az európai, európaiakat főni a saját levükbe, mi itt, az amerikai ügyekkel foglalkozzunk, és emellett egy, 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 egy ilyen, egy ilyen antialkoholista irányzat volt. Tehát a, a, az ekkor aktuális elnökválasztást, azt, azt a republikánusok azzal, azzal nyerték meg, hogy a, hogy a nőket és az abstinens mozgalmakat megnyerték a támogatásuknak, és ugye 1919-ben meg is, meg is hoznak egy abstinencia törvényt ez, ez egyéb... az alkohol tiltó igen ez és, ilyen és, ilyen. és ugye itt az a tehát azért itt Tulajdonképpen az az volt, hogy a nők is választójogot kapnak már ebben az időszakban, ahogy ugye bevonják őket... Bocsánat, a... csak Jázár nem tudom megállni, ez nálunk már megvolt, tehát a nők nálunk már <laughs> Igen. 1919 után szavazhattak. Így van, így van tehát... Sőt, de... lett is képviselőjük. Így van, és de ez, ez egy... ez ez egy világfolyamat volt. Eh, ahogy ahogy, bevony, ahogy a, a bevonuló férfiak helyére a nőket bevonják a, a munkaerőpiacra, és, és a gazdaság és a társadalom működtetés, a női munka nélkül lehetetlenné válik, úgy kellett nekik politikai jogokat is adni, hogy egyelőre még némileg férfiakhoz képest korlátozottabbat, tehát például szigorúbbak voltak a fel, feltételek a női választójognál, magasabb volt mondjuk például a korhatár, mint általában, mint a férfiaknál, de azért azért a, a nők is választójoghoz jutottak, és, és ugye az alkohol, az alkoholizmus elterjedése az a protestáns országokban a nőket úgy sújtotta, hogy ezt egy, ezt egy család bomlasztó tényezőnek tartották, és, és, a nők és az antialkoholista mozgalmak összefogása az, az, és ezeknek a megnyerése az az amerikai választásokban már egy, egy választás döntő tényező volt. Tehát aztán ugye ez egy más kérdés, hogy 1932-ben föl kellett számolni a, 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 az alkohol ellenes törvényeket, tehát a, a tehát, és közben pedig a maffia jól, jól megerősödött, el, de, de, de igazából ez akkor még nem volt egy, egy lejátszott meccs, tehát keresztény mozgalmak politikailag ugyanúgy megerősödhettek, mint antikeresztény mozgalmak. Uh -huh. Sajnos, hogy azok, azok, akik a mi ügyeinkben a döntést hoztak, ott, az, a, ott a kifejezetten keresztény ellenes mozgalmak erősödtek meg. A műsori a lejárt, ugye nézem közben állandóan az óránkat, és most nem is teszem fel a kérdést, hogy, hogy vállalja el, folytatnunk kell a beszélgetést valamikor, ja. úgyhogy köszönöm van. szépen Kovács Kálmán Árpád történésznek, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár Tudományos Főmunkatársának, hogy eljött.